Volodymyr Zelenszky ukrán államfő és az ukrán nép kapja 2023-ban a Nemzetközi Károly díjat. Jelentette be pénteken a németországi Aachen rangos díjának odaítéléséről döntő bizottság. A Városháza által kiadott közleményben kiemelték, hogy az ukrán nép a nemzetközi joggal ellentétes és kimondhatatlanul brutális orosz támadó háború áldozata. De Volodymyr Zelenszky vezetésével nem csak a haza szuverenitását és a polgárok életét védi, hanem Európát és az európai értékeket is. Oroszország háborúja a szabadság és a demokrácia, az emberi jogok és a multilaterizmus ellen irányul. Az európai társadalmi biztonsági és békerend ellen célja pedig a népek európai közösségének destabilizálása és Európa politikai újrarendezése áll az indoklásban. Ebben a küzdelemben Volodymyr Zelenszky nem csupán államfő és az ukrán hadsereg főparancsnoka, hanem ő a motivátor, a kommunikátor, a védekezés motorja, és Kapocs Ukrajna és az orosz agresszióval dacoló országot támogatók rendületlen arcvonala között. A Nemzetközi Károly díjat az Európai Egyesítésben kiemelkedő érdemeket szerző személynek vagy intézménynek ítélik oda 1950 óta minden évben. A korábbi kitüntetek között van például Emmanuel Macron, francia elnök, Klaus Johannis Román államfő, Ferenc pápa, Bill Clinton, egykori amerikai elnök.